Kincskeresés a Sóstrói strand nagymedencéjében. Urbin Tibor edző üveggyöngyöket szór a vízbe, a táborozó gyerekek pedig igyekeznek a lehető legtöbbet begyűjteni belőlük. Persze nem ez a fő elfoglaltság az Aquaese úszó és vízilabda táborában. Minden nap két sportfoglalkozás van. Reggel úszással és vízilabdával kezdünk, mert reggel ugye még mielőtt megnyit a strand, mi már itt vagyunk benne, és tudunk kapukat is betenni és labdázni. Délután is van egy úszás foglalkozás, több csoportban, több kezdőktől a vízilabdásokig foglalkozunk velük, és nem titkolt céllal a szeptemberi vízilabda edzésekre egy nagyon jó merítési lehetőség számunkra, mert nagyon sok olyan gyereket tudunk megszólítani, akik későbbiekben csatlakozhatnak hozzánk edzések során szeptembertől. Szabó Tünde gyerekként részt vett hasonló nyári úszótáborokban, de mint mondta, akkor jóval kevesebben voltak. Ezen a nyáron 5 turnusban több mint 500 gyerek fordul meg az Aquaese táboraiban. Mindig örömmel jövök ki az Aquaese-nek a táboraiba, a nyári táboraiba, hiszen rendkívül sok gyereket láthatunk, hogy jól érzik magukat. Ugye a vizes sportágak egyike a vízilabda, a másik az úszás, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen eredményességi utánpótlás nevelési egyesület van Nyíregyházán, amely tényleg példaértékkel működik. Ezt lehet látni az eredményekből, a fiúk és a lányok is hozzák sorra az utánpótlás nevelésben az eredményeket, sőt, most már az U16-os versenyzők közé is adtunk világbajnoki ezüstérmest Urbin Zsófia személyében. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, a gyerekekre, és arra is, hogy igazából tényleg most már Nyíregyháza elmondhatja, hogy egy nagyon sportos város, bármilyen sportágat ki lehet próbálni a kisgyermekeknek, és lehet sportágat választani. Az országos bajnokságban szereplő gyermekserdülő és ifjúsági csapat már ezen a héten elkezdte a felkészülést. Az Aquaese pólósai ott lesznek a megszokott sorozatokban, sőt, ismét indít felnőtt csapatot is az egyesület. Minden bajnokságban ugyanúgy elindulunk, egészen az alaptól, ami az észak-kelet-teleti bajnokság, több korcsoportban, itt a gyerek 1, 2, 3, 4, illetve a bébi korosztállyal, lánycsapattal fogunk indulni külön, most már nem az Egerrel karöltve, hanem önállóan most már nyíregyházi csapat, nyíregyházi gyerekekkel az észak-keleti területibe, illetve a tehetséggondozó bajnokságban, a THG-ban, ami már egy összefogott bajnokság országosan, illetve országos bajnokságban fogunk indulni ugyanúgy a gyermek, serdülő és ifi csapatokkal, és újdonság lesz most már 6 év után, hogy OB2-es felnőtt csapatunk is lesz. A pénteki turnus záró nap után egy hét szünet következik, majd július 29-től a nyár utolsó tábora indul el 110 úszó, illetve vízilabdázó palántával.